testvéremet szerette. De emellett nagyon... A hit parazsa, egy görögkatolikus pap küzdelme a KGB-vel, a gulágtól a rendszerváltozásig címmel, a 20 éve elhunyt Ortutai Elemér kárpátaljai görögkatolikus pap életéről szóló könyvet mutatták be Beregszászon, a kárpátaljai magyar főiskolán. Most Beregszászban az Ortutai Elemér szakkollégiumot alapítottuk meg 2015-ben, és nem csak azt tekintjük feladatunknak, hogy beszéljünk róla, hanem azt is, hogy megismerjük az ő szellemiségét, és ezt a szellemiséget próbáljuk valahogy bemutatni. Amikor az ember valamilyen módon választ egy olyan embert példaképként, akinek van az életében követhető példa, akkor azt gondolom, hogy ebben a tekintetben Ortutai Elemérre nagyon-nagyon jól rátaláltunk itt Beregszászzal kapcsolatban. És az ő szellemiségében mind a magyarságtudat, mind a nemzetek közötti békesség, mind pedig a tudomány iránti elkötelezettség és az emberség iránti elkötelezettség, illetve maga az az emberi példa, amivel a különböző élethelyzetekben és különböző korszakokban megpróbálta megélni az emberségét, a papságát, a magyarságát. Mindez úgy gondolom, hogy követendő példaként van előttünk. És hát időről időre fontosnak tartjuk, hogy az ő szellemiségéhez kapcsolódó rendezvényekkel saját magunkban és a környezetünkben lévő embereknek a gondolatvilágában elmélyítsük ezt a gondolatot. A magyarországi Bertók László és Szarka Sándor egy olyan interjúkötetet tárt az olvasók elé, amely családtagokkal és olyan személyekkel készült riportokat tartalmaz, akik közelről ismerték Elemér atyát. Egy történelmi szituációról sokkal többet elmond, legalábbis nekem, sokkal többet elmond az, hogy a kisember, aki benne él, és a mindennapokban éli át azt a történelmi szituációt, az sokkal többet elmond nekem arról az adott korról, meg arról az adott történelmi közegről. Úgyhogy ezért is választottuk ezt a műfajt, mert ha történészként állnék hozzá ehhez a kérdéshez, akkor nyilván forrásmunkákat gyűjtenék, és kikutatnék dolgokat. Itt azonban a szubjektív, tehát a megnyilatkozó embereknek a szubjektumán keresztül tudtuk bemutatni ezt a történelmi korszakot. A könyvnek a címe Hit parazsa, és pedig azért, mert a egyháznak a túlélése tulajdonképpen ugyanúgy a föld alatt történt meg, egyfajta katakomba egyházként, ahogy Ortutai Elemér is mondta, mesélte, hogy ez a bizonyos föld alatti mozgalom, mint ahogy a föld alatt a parázs folyamatosan égett 40 éven keresztül, és aztán amikor eljött a 90-es évek, a felszabadulásnak az időszaka, akkor ebből a parázsból, amint a felszínre tudott kerülni, hatalmas tűz lobbant, és ez biztosította a egyháznak a túlélését. Ortutai Elemért, a kárpátaljai görögkatolikus egyház áldozópapját 1949-ben az egyházhoz való hűsége, az ortodox vallás megtagadása miatt ítélték 25 év kényszermunkára, ebből 7 évet töltött Vorkután. 7 év volt ott, 25 évre ítélték. Ortutai Elemért a láger évei alatt felesége és gyermekei várták itthon. 7 év után hazatérve mondta el a családjának, hogy milyen körülmények között élte túl a kényszermunka borzalmait. Hite soha nem hagyta el, a lágerben titokban is misézett. Fia Tamás így emlékszik az édesapjára. Mikor misézett, ugye fekve a pricsen, és ha bejött az ellenőrzés, akkor ezek a betyárok csináltak egy balhét, hogy elvonják a figyelmet, és addig apu el tudta dugni azt a kenyérkét, meg azt a tálat, amivel misézett, igen. Úgyhogy ilyen, meg aztán egyszer elmesélte azt, hogy valami miatt 5 napra bezárták karcerbe. Az meg egy beton szoba, ablak nélkül, és nedves, és pris nélkül. És hozzá tettek szintén egy ilyen köztörvényt. És az, mikor el apuval így közelebb megösmerkedett, elkezdte verni az ajtót,
és ugye azokra jobban hallgattak az ottani őrök, mint a politikai foglyokra. És kikövetelte, hogy aput öltöztessék fel. És így menekült meg apu, szóval nem fagyott meg. Elemér atya a lágerből hazatérve illegálisan folytatta hivatását. Teológiai doktorként titokban 18 magyar fiatalt készített fel a papi hivatásra, akik közül ma a legtöbben a kárpátaljai görögkatolikus hitélet kiemelkedő személyiségei. Az egyházmegye emögött, az zárt ajtók mögött élt és egzisztált. KHB tudott róla, mindenki tudott róla, állandóan megbírságolták őket, meg házkutatásokat végeztek, de nem tudtak velük semmit se csinálni. Tehát de jure nem éltek, de facto ott voltak, és ott működtek. Szerintem ez is adott nekik egy tartást, meg nem kevesen voltak, hát hogyha csak Beregszászt veszem, akkor 17 pap volt csak Beregszászban, ugye? Tehát ez egy magam módján egy kis esperesi kerület, mert mindegyikhez jártak haza, hozzánk például édesapámhoz egész falucskáról, mert anyai nagyapám Kovács Konstantin ott volt parókus, és jártak a hívek. Vasárnaponként eljöttek, és ott voltak a misén. Bokotei Géza bácsi, ő tanárember volt, a négyes iskolába tanított, a bátyja András az papolt, ő pedig kántornak készült, annak idején nem lett bőlelő kántor, de ő jött. Emlékszem, Szent Istenig olyan csendbe ment a liturgia, amikor odaértünk a Szent Istenhez, azt már nem tudták csendbe énekelni, akkor már átment énekes misébe. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kettőség volt, tehát éltük, amit ott a párt mondott, meg Komszomol, meg mit tudom én ki, de viszont megéltük az egyházmegyei életünket, még akkor is, amikor nem voltunk beregisztrálva, nem templomokba. És ez úgy átadódott, tehát apáról fiúra ez az igazi staféta, ez az igazi örökség, hogy átadódott apáról fiáról, hogy ezt kell csinálni, és bízni abba, hogy valamikor lesz feltámadás. Mesélte nekem keresztapám Kovács Konstantin, amikor hírapüspök őket szentelt 1980-ban, fiúk, a pap holtáig tanul, és tanulatlanul hal meg, tehát nektek azt, amit kaptatok morzsákat, nem jelenti, hogy most már vége, nektek tanulni kell, képezni magatokat, mert ti még meg fogjátok élni azt az időt, amikor templomokba fogtok működni. Ez a hit. Ortutai Elemér emlékének szellemi hagyatékának megőrzéséről a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház gondoskodik. A beregszászi Barancsik családban 6 gyermek nevelkedik. A család bevételeiből alig futja a számlák befizetésére és az élelmiszerre, egy váratlan kiadás pedig szinte lehetetlen feladat elé állítja őket. Ha betegség van, akkor az ételen muszáj vagyunk többet spórolni, és így a gyógyszert kell megvennünk, mert ha betegek a gyerekek, akkor az sokkal rosszabb, mint hogy nem tudom, valami olyat együnk. De amúgy is nem szoktunk olyan nagyon drága ételeket, minél olcsóbban próbáljuk megoldani, mert ugye egy-egy lábbelit is muszáj vagyunk minden egyes alkalommal venni, mert egyszerre nem tudjuk megvenni. A Barancsik gyerekek is azok közé a nehéz sorsú beregszászi fiatalok közé tartoznak, akiket a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága rendszeresen támogat. Legutóbb például egy élménynapon vehettek részt. Elmentünk egy kicsit pizzázni, sütizni, kólázni. Ezután elsétáltunk egy ilyen bowling pályára, ami estig bowlingoztunk, és hát nagyon jó volt. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága 4 évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy árva és szegény körülmények között élő gyermekeken segítsen. Eddig például mintegy 100 hátrányos helyzetű fiatal számára szerveztek olyan élménynapokat, amikor kedvükre ehettek és játszhattak olyan ifjúsági helyeken, ahova egyébként nem lenne esélyük eljutni. Jelenleg közel 40 tagjuk van, akik között közéleti személyiségek, pedagógusok, családanyák egyaránt találhatóak. Mivel a civil szervezetnek saját bevételi forrása nincs, ezért rendszeresen rendeznek jótékonysági esteket. Benne van a nevében is a rózsának a tisztaságát, szeretnénk hangsúlyozni a női harmóniát, tehát
azt a fajta gyengétséget és harmóniát, amit általában a nők szoktak képviselni, vagy talán jobban tulajdonítanak a nőknek. Mi ezt szeretnénk itt Kárpátalján, elsősorban Beregszászon és környékén is hirdetni és képviselni. Szeretnénk ilyen értékeket továbbadni és ilyen értékeket hirdetni. A programjainkat is ennek a szellemében igyekszünk megvalósítani és szervezni. A jótékonysági bálon gasztronómiai bemutatót is láthattak a jótékonysági jegyek megvásárlói, Beregszász és a járás neves éttermei és cukrászdái jóvoltából. Jól tudjuk, hogy Kárpátalján nagyon sok a rászoruló gyermek, és fontosnak tartottuk, hogy mi is részesüljünk ebben a programban. Hogy mit hoztunk? Az éttermünk főételeivel készültünk. Kettő fő fogása van az éttermünknek, csülöktálas, fatálas, parasztállal készültünk, savanyú vegyes vágottal készültünk. A jótékonysági bál egyik védnöke és díszvendége Bartos Mónika országgyűlési képviselő volt, aki hangsúlyozta. A kárpátaljai magyar nők társadalmi szerepvállalása különösen fontos a rendkívül nehéz életkörülmények között. Az az erőfeszítés, amit a kárpátaljai hölgyek tesznek azért, hogy egyben tartsák ezt a közösséget, az bámulatos. A rózsahölgyek szerint az anyagi támogatások mellett fontos, hogy a gyerekeket élményekkel ajándékozzák meg, hiszen az kiszakítja őket a nehéz hétköznapokból. Célja a rendezvényünknek, hogy el tudjunk vinni 16 gyereket egy olyan napra, amikor igazi önfeled gyerekek lehetnek. Tudnak játszani, tudnak szórakozni, és nem kell arra gondolni, hogy mégis milyen nehéz az élet. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága jövőre még több jótékonysági rendezvényt szeretne tartani, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeken tudjanak segíteni. Tarackközi Ferenc immár közel két évtizede a beregszászi református gyülekezet lelkésze. Nemrég tért vissza iraki útjáról, ahol a magyarországi Hungary Helps program képviselőivel együtt a Kárpátaljai Református Egyház adományát vitte el, és a helyszínen tájékozódhatott az ott élő keresztények helyzetéről. Sok képet már előtte is láttam, de a valóságban azért ez még szörnyűbb. Tehát amikor két szememben látom azt, hogy házak sokasága szinte a földszínével egybetéve, illetve azokat a nagy menekültáborokat, tehát ezek szörnyű látványok. A lelkész útja során irak kurdok lakta részén Erbélben, Bartalában és Karakosban járt, ahol a lerombolt keresztény falvakat és a magyarországi támogatással újjáépített kórházat, iskolát és a felújított házakat is megtekinthette. Az újrakezdés nem egyszerű az ott élők számára. A Kárpátaljai Református Egyház adományát az üldözött keresztények lakhatásának megsegítésére Karakosban adták át. Az emberek azért szeretnének visszamenni a saját településükre, városukba, és megfogalmazódott többször, hogy tehát nincs szándékukban országukat otthagyni, mert hogy ez atyáik öröksége, és ez nekik ez fontos. Persze, tehát itt van a nagy felelőssége egész Európának, meg minden keresztény embernek, hogy ebbe segíteni nekik, hogy a házaikat, illetve azokat a szükséges épületeket, intézményeket, iskolákat, óvikat, tehát ezeket azért biztosítani kell, mert önerőből jelenleg ez biztos, hogy nem kivitelezhető. Már gyülekeznek a hívek a Beregszászi Református Egyház hittantermében. A lelkész úti beszámolójára sokan kíváncsiak voltak, hiszen a Kárpátaljai Református hívek egyházi civil kezdeményezéssel néhány hónappal ezelőtt adománygyűjtésbe kezdtek, az összegyűlt segélyt a lelkészük vitte el Irakba. Ha ott van mindig a két fillér, és annyi van, és odaadjuk, és nem sajnáljuk, gondolom ez sokra fog menni. És nem is az a lényeg talán az összeg, hanem az, hogy szívből jöjjön. Irakban a 2003-as háborúi körülbelül 1,5 millió keresztény élt. Számuk jelenleg mintegy 300 000-re tehető. Az elmúlt években többször is az iszlám állam rémuralmától szenvedtek hitükért. Egyik nap csak megjelölték valakinek a házát, és másnapra már vagy elment, vagy ott halt. Az ottani helyzet, az ottani próbatétel valóban hitpróba. És nekünk itt élőknek
komolyan kell vennünk a hitünket, mert ez a hit egy olyan értékrend, ami megtartja az embereket, megtartja a közösségeket, megtartja a nemzeteket. A kárpátaljai reformátusok a jövőben is folytatják az adománygyűjtést, és imával is segíteni szeretnék a világ üldözött keresztényeit. Megnéztük az elkészült felújításokat, az, ami engem meglepett, hogy nagyon üres minden. Kollégiumi konyhai és szobaberendezések és edzőtermi felszerelések. Többek között ezek a fejlesztések valósultak meg az Ungvári Nemzeti Egyetemen a magyar kormány támogatásával. A dékán úr jelzett nekünk, hogy van egy olyan lehetőségünk, hogy a magyar 6. emeleten van lehetőségünk eszköztámogatásra, és ezért bementünk minden szobába egy-két emberrel, és akkor felírtuk, hogy milyen igények vannak még a szobába, tehát hogy mire van még szükségük. Volt, akinek hűtő kellett, volt, akinek melegítő, mikro, lámpák kellettek, volt, akinek szemetes kuka, volt olyan, akinek szőnyeg kellett, egy router, úgyhogy összefoglaltuk szépen, és összeírtuk a bevásárolistát. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a Beregszászi Főiskola mellett az Ungvári Egyetem a kárpátaljai magyar felsőoktatás másik alapköve. Az egyetem kollégiumának két szintjét újítottuk fel magyar kormány segítségével. Ez a felújítás az év elejére készült el, és amikor ide látogattunk, akkor azt tapasztaltuk, hogy tényleg nagyon szépen sikerült, viszont nem volt elég otthonos, tehát hiányoztak azok a használati tárgyak, amelyek a mindennapi élhetéshez, illetve a kollégium élethez kellenek. Mosógépek, mikrók, szendvicssütők, berendezések. Nem volt konditermi eszköz se semmi, és az államtitkárság költségvetéséből 1-1 millió forintot ajánlottam fel a magyar szintnek is, meg az ukrán szintnek is, ahhoz, hogy fel tudják szerelni a közösségi tereket itt a diákok. A hallgatói önkormányzat összegyűjtötte a diákoknak a véleményét, kívánságait, és a közös gondolkozásuk eredményeképpen vásárolták ezeket az eszközöket, be tudnak rendezni, vagy legalábbis elindítanak majd egy konditermet, amit majd további eszközökkel látnak el, illetve konyhai felszereléseket vettek, mosógépeket, tehát azt mondhatjuk, hogy a diák élet azért komfortosabbá válik innentől kezdve itt az Ungvári Nemzeti Egyetem kollégiumában. A Kárpátalja történetét a 8. századtól 1920-ig bemutató állandó kiállítás nyílt meg ünnepélyes keretek közt Kárpátalja megye központjában, az Ungvári várban. Az elmúlt két hónapban sikerült felújítani 500 négyzetméter alapterületű 4 romos helyiséget, amelyekben 500 kiállítási tárgy hiteles bemutatása kezdődik el. Az állandó kiállítás a magyar kormány közel 110 millió forintos támogatásával valósult meg. Maga a tárlat Kárpátalja történetét a 8. századtól a 20. század elejéig, az első világháború végéig öleli fel 500 négyzetméteren, 5 helyiségben, folyosókon, eredeti tárgyakkal, kiállítási anyagokkal, több mint 2000 a vár különböző raktáraiban eddig felelhető dolgot helyeztünk el. Különlegessége, hogy múzeumpedagógiai módszereket is alkalmaz, 3 nyelvűek a feliratok, tehát ukránul, magyarul és angolul, és gyakorlatilag minden, ami szükséges ahhoz, hogy a gyerekek helyben is elsajátítják a muzeológia alapjait, ez rendelkezésükre áll, és azért gondoltunk a többségi nemzetnek a képviselőire is, hiszen többek között 2 darab olyan film is látható ukrán feliratokkal, amelyek a magyar honfoglalást, illetve a Rákóczi szabadságharcot mutatják be. Hát úgy kezdődött, hogy mindig is nagyon szerettük az ungvári városokat, jártunk ide, és a legfontosabb és legfurcsább volt az
egészben, hogy azért nem láttunk semmilyen érdekes kiállítást. Sok oka volt ennek, sok minden miért történt ez így, de ami a legfontosabb volt az az, hogy a fondokban, hogy nálunk ezt hívják, nagyon sok értékes dolog volt. És akkor jött az ötlet mind tőlem, mind pedig a vár főnökségétől, hogy jó volna csinálni kiállítást. Ezt megbeszéltük Grezsa úrral, és arra tudtunk, egy olyan döntésre jutottunk, hogy érdemes volna egy nagyon érdekes kárpátai kiállítást rendezni, amíg a 8. századtól 1920-ig leírna a Kárpátalja történelmét. 50 éve ilyen kiállítás meg nem volt szervezve, ez egy állandó kiállítás, és szerintem jól sikerült. Így kerültünk mi ebbe a dologba, mi voltunk a szervezők és a lebonyolítók is. Az ungvári vár mindig is a magyar történelem egyik fontos helyszíne volt, és itt a vár külseje bár vonzó, de belül egészen katasztrofális állapotok vannak, hosszú évtizedek óta nem költöttek ugyanis ennek a várnak a karbantartására. Ráadásul a magyar múltról lényegében semmiféle emlék nincs, leszámítva azt a Bercsényi Miklós és Csáki Krisztina mellszobrot, amely a vár udvarán Bacskai József korábbi ungvári főkonzul jóvoltából áll, és ekkor ajánlottuk fel a vár vezetésének, hogy rendbe hoznánk körülbelül 500 négyzetméternyi 3,5 egykor pompás középkori termet a maga 21. századi technológiájával megőrizve valamennyi építészeti sajátosságát, és azt gondoltuk, hogy a 21. században itt Kárpátalján, ahol országok és határok változtak az elmúlt száz esztendőben, örökítsük meg ennek a tájnak a 1000 éves múltját, és a 8. századtól 1920-ig terjedő időszakról egy háromnyelvű történelmi kiállítást rendeztünk be, amely reményeink szerint az ungvári és a kárpátaljai magyar és nem magyar gyermekek számára is jó terepet ad egy jó történelem órára. Tulajdonképpen Kárpátalja egy olyan különleges megye, ahol azt mondja az ember, az öreg ember azt mondja, hogy én ki sem mentem a faluból, és 5 országban éltem, ugye? 5 országnak voltam a polgára, ugye? Na, és ugyanakkor Kárpátaljának a története itten be van mutatva a 8. századtól, szóval tulajdonképpen mint szlávföld, aztán bejöttek a magyarok, a magyar királyság megalakult, ott van a korona és Szent István korona, ugye? És egészen a 20. század elejéig a Trianonval kéne befejezni az egészet. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében közel 12 millió forintnyi magyar kormány támogatással felújított óvodát adott át ünnepélyesen Grezsa István ungváron. A Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a két ütemben meghirdetett program összesen 38,5 milliárd forintos keretösszeggel működik, a cél pedig, hogy 2019 végéig 60 ezer fölé emeljék a külhoni magyar óvodákba járó gyerekek számát. A két ütemben meghirdetett program 38,5 milliárdos keretösszeggel 2019 év végéig szeretne 153 új intézményt építeni Kárpát-medence szerte és közel 450-et felújítani, és a program célja az, hogy 60 ezer fölé emeljük a magyar óvodákba járó gyermekek létszámát, és ebből következően a magyar kisiskolákba iratkozó gyerekek létszámát is. Itt Kárpátalján ez egy 4,5 milliárd forintos magyar állami investíciót jelent, amelynek keretében 32 új intézmény épül, köztük roma óvodák, ezt fontos megjegyeznünk, és közel 130 újul meg. És talán ugyanilyen fontos a épületek mellett az, hogy elindultak azok az óvoda pedagógus képzések éppen a múlt pénteken Kárpátalján 60 pedagógussal, amelyek követik a már Budapesten szintén elindult központi képzéseket, amelyben a legkorszerűbb magyar óvoda pedagógiai program mellett megjelenik a Hagyományok Háza Kárpát-medencei magyar értékeket felvonultató akkreditált óvoda pedagógiai programja is. A napokban felújított ungvári óvoda a tervek szerint a megyeközpont magyar bázis óvodájává fog válni, ami azt jelenti, hogy magyar lesz minden csoport, illetve magyar lesz a módszertanért felelős pedagógus is.
Ezáltal pedig szakmai támogatásban részesíthetnék a többi ungvári óvodát, amelyekben magyar csoportok működnek. Felújításra került az óvoda. Egy olyan tervel és szándéknyilatkozattal, amiről meg is kötöttük a szerződést, hogy ebben az óvodában, ami a város legkisebb óvodája, eddig két magyar csoport működött. A két orosz csoportban összesen van 15-30 gyerek, nincs meg a 30, még a magyar csoportban 64-en vannak, és az éven számos gyereket el kellett utasítani, aki magyar csoportba ment volna. És azzal a célzattal is újítottuk fel az óvodát, és hoztunk ide sok módszertani anyagot, hogy ez legyen a bázis óvodája a városnak, magyarból, mert hogy magyar csoportokat máshogy is nyitnak. Minden szülő azt szeretné, hogy hozzá legközelebb első óvodába járjon a gyermeke, de ahol mondjuk 13-14 csoportból egy a magyar, ott a módszertani segítséget nem tudja megkapni az ukrán elővezetéstől, és úgy gondoltuk, hogy a városban, nagyvárosban óvodai hálózatot kell kiépíteni, ami azt jelenteni, hogy legyen egy bázis óvoda és hozzátartozó többi óvodák. Mindegyik óvoda megkapja a módszertani csomagot, és nagyon remélem, hogy egy éven belül használni fogják, és ha minden gyerek, aki az ungvári iskolába, az első osztályba, a magyar óvodából megy, a központi óvodából, a bázis óvodából, akkor az első éven már nem kell visszatanítani a nagyszülők nyelvét, hanem az óvodai évek alatt megtanul magyarul, és valóban csak a tanulásra kell koncentrálni, mert ez a városban egyelőre az iskola számára sokszor nehéz feladatot ad. A napokban felújított 6-os számú ungvári óvoda magyar csoportjaiba több mint 60 gyermek jár. Többségük ukrán, illetve vegyes családokból származik. Az ilyen esetekben a cél, hogy a gyermekek magyar identitását erősítsék, és megtanulják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét. Közeljövőben, tehát néhány éven belül szeretnénk azt elérni, hogy minden magyar gyermek magyar óvodába tudjon járni, ha kell, magyar bölcsödébe is, és a vegyes házasságokban született gyermekeknek a nagy részét is szeretnénk, hogyha ha magyar óvodákba, illetve magyar oktatási intézménybe járnának. Itt a szülőknek a képviselőjével is találkoztam, aki megköszönte a fejlesztést, illetve a felújítást. Én arra kértem, hogy ő viszont a baráti körében, ismerősei körében terjessze azt a gondolatot, hogy minél több magyar szülő a gyermekeit magyar óvodába írassa, mert részünkről semmi akadály annak, hogy megteremtsük a lehetőségeket, akár itt Kárpátalján, akár pedig bárhol a világban, Kárpát-medencében szeretnénk ezt elérni, hogy tényleg minden magyar gyermek magyar oktatási intézmény óvodába, iskolába tudjon járni. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a külhoni magyar óvodapedagógusok továbbképzésben is részesülnek. Kárpátalján a Beregszászi Főiskola bázisán vehetnek részt az óvónők szaktovábbképzésben. Itt van az ősz, a felső légúti megbetegedések időszaka. Az iskoláskorú gyerekek többsége már néhány hét után kénytelen, kényszerpihenőt beiktatni tanrendjébe, mert megfázással küzd. A megbetegedések között a légzőszervi problémák az első helyen vannak, és nem csak az idén. Ez évről évre megfigyelhető tendencia a gyerekeknél. A megbetegedéseknek a struktúrájában a légzőszervi megbetegedések az első helyen vannak, és nem csak az idén, hanem évről évre ezek a betegségek a leggyakrabbak a gyermekeknél. És ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ne csak a kezelésével foglalkozzunk, hanem a megelőzéssel. És ezért vannak egy ilyen profilú szanatórium, mint a Máliátkó pulmonológiai megyei szanatórium, ahol a gyerekeknek lehetősége van 3 héten át olyan megelőzési eljárásba venni részt, hogy ha nem is 100%-osan mondjuk azt ad, hogy igen, ez a gyerek nem lesz az idén influenzás, vagy nem lesz náthás, de mindenféleképpen az esetek többségében a gyerekek kevesebb ideig betegek, a betegségek könnyebb a lefolyása, mivel hogy ott a 3 hét alatt a gyerekeknek van masszázs, van
inhaláció, van nekik gyógytorna, sőt, lovaglással is most már néhány éve próbálkozunk. Természetesen ez a gyerekeknek egy picikét az ilyen pszichoemocionális szféráját jobbítsa. És most ezt tehát nem csak azért mondom, hogy ezeknek a gyerekeknek szeretnénk ezt használni, hanem napról napra, hónapról hónapra szeretnék megújulni. És ez egy innovációs terv is van itten, hogy a lovaglást a neurológiai problémákkal küzdő gyerekeknek is bevezessük. Vagyis ez a szanatórium, ez fejlődik. És ez is egy új fejlődés, egy új lépés nálunk, hogy hát magyar iskolákból gyerekeket hozzunk ide gyógykezelésre. 3 hétig, mikor a gyerekek ott vannak, nem engedhessük meg magunknak, hogy az oktatási folyamatból a gyerekek kiessenek. Ezért azok a gyerekek, akik ukrán iskolákból vannak, ott oktatásban részesülnek a szabadidőbe, méghozzá a szanatóriumnak vannak pedagógusai. Jobbára ezek az első 4 osztályt programját oktató pedagógusok. De magyar nyelvű pedagógus és olyan pedagógus, aki magyar iskolába oktatna első 4 osztályos gyerekeket, nincsen. És nem megvalósítható, hogy egy-egy gyerek menjen. Ezért lett egy olyan gondolat az igazgatónőnek és nekem, hogy próbálkozzunk egy teljes osztállyal. És akkor az osztállyal jön a pedagógus is, és például hétfőtől péntekig a pedagógus ott van velük, és szombat-vasárnap megy haza, mert nincs oktatás. De viszont most ebben az esetben egy olyan elkötelezett pedagógussal találkoztunk, aki nem volt hajlandó még szombat, vasárnap se ott hagyni a gyerekeket, mert azt mondta, hát hogy? De ezeket a gyerekeket a szülők ránk bízták. És az, hogy a gyerekek oda kerüljenek, egy nagy ilyen megelőző munka volt előtte. Elment a szanatórium igazgató helyettesnője, Katalin doktornő, hogy beszéljen a szülőkkel, beszéljen az igazgatókkal, iskolaigazgatókkal. És ugye, amit még az ember nem lát, a szülők még soha nem voltak ottan, az iskolaigazgatók se voltak, nem tudják, hogy milyenek a körülmények. Ugye egy picit úgy félbe álltak hozzá, hogy hát hogy is lesz az. És én nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy sikere volt ennek az első csoportnak, és legjobban örülök annak, hogy a gyerekek egymás között mindent megoldanak. Mindent megoldanak, minden nyelvi problémát. Nem volt sose konfliktus köztük. Az volt a legérdekesebb, hogy a Mizsírjáról a gyerekek úgy örültek, hogy őket magyar nyelvre tanítják. És a magyar gyerekek viszont annak örültek, hogy hát mennyi új éneket tanultunk meg. A pedagógusnő pedig azt mondta, hát így kellene oktatni az ukrán nyelvet, és akkor így a gyerekeknek is. És több ragadt rájuk 3 hét alatt, mint talán egy szigorú oktatásba, úgymondva. A nagymúltra visszatekintő egészségügyi intézményben néhány éve bevezettek egy újítást. Az őszi-tavaszi időszakban iskolai csoportokat fogadnak és gyógyítanak. Így nem csak nyáron, hanem egész évben lehetségessé vált a gyermekek kezelése. Kárpátalja valamennyi járásából érkeznek hozzánk gyerekek. Egy év alatt közel 1200 kisbeteget tudunk fogadni. Nálunk szükség esetén gyógyszeres kezelést kapnak. Allergológus vizsgálja meg őket. Van aeroszol és fizioterápia, masszázs, inhaláció, funkcionális diagnosztika, sószoba. Sok szabadidős program, érdekes kirándulások várják a gyerekeket. A megyében több kórház foglalkozik a felnőttek felső légúti megbetegedéseinek gyógyításával, de olyan intézmény, ahol gyerekeket kezelnének, a mi gyógyközpontunkon kívül nincs több. 17 gyerek van a csoportban, és itt adjuk a foglalkozásokat nekik. Az intézmény egyelőre csak óvodai és általános iskolai csoportokat fogad, mivel ezekben az osztályokban többnyire minden tantárgyat egy pedagógus tanít. Így a gyógykezelés alatt is tudnak tanulni a gyerekek, nem esnek ki az iskolai rutinból. A magyar anyanyelvű gyerekek a közelmúltig lemaradtak erről a lehetőségről, mert nyelvi akadályokba ütköztek. Itt Ukrán között vagyunk. Igen. És hol élsz? Ukrajnában. Az éven azonban 2 magyar lakta falu iskolájában is jelezték, hogy élnének a lehetőséggel. Most már csupán egy elhivatott pedagógusra volt szükség, aki vállalja, hogy éjjel-nappal 3 héten keresztül együtt lesz a gyerekekkel. A gyerekek nagyon sokat hiányoznak az iskolából ősszel, télen, és fontosnak tartom azt, hogy itt
amellett, hogy kezelik őket, meg is tanulják azt az anyagot, azt a tananyagot, amit otthon kellene tanulniuk. Nem maradnak le, ugyanazt a tananyagot tanítom itt velük, amit otthon kellene tanítani, amellett még ukrán közegben vannak, és ukránul is tanulnak. Nyitottabbak lettek, önállóbbak lettek, mint voltak. A kisiskolások a vártnál hamarabb beilleszkedtek a számukra idegen nyelvű közegbe, sokkal több ukrán szót és éneket tanultak meg, mint a kötelező ukrán tanórákon. Nekem itt nagyon tetszik minden. Hát amikor eljöttem, nagyon jó volt. Kicsit izgultam, féltem is, de már megszoktam. És itt tanulunk magyar nyelvet, matematikát és ukránt is. Az énektanár is jön hozzánk. Megyünk lovagolni, és még procedurák is vannak, hogy kiszelt iszunk, és szívmasás is van, és torokmasszás is. Jelenleg nálunk van 17 kisiskolás a Beregszázi járásból. Na, ők itt vannak nálunk 3 hétig rehabilitáción. Szóval vitamint kapnak, oxigént koktélokat kapnak, akkor járnak a sós kamrába, a rehabilitációra, az institútba. Na, masszást kapnak, gyógytornát, ipoterápiát, lovas gyógyulást kapnak. Na, pszichológusok foglalkoznak velük. Na, és játszanak, tanítónők itt van, tanulnak a magyarul, ukránul. Az ukrán gyerekekkel gyakran szoktak kommunikálni. Na, és megtanultak ukránul beszélni. Megszoktak, mi szeretjük őket, nálunk a nővérkék és a kisebb nővérkék nem tudnak magyarul, de most már ők is tudnak, megtanultak. Voltak, akik eljöttek, lázosok is voltak, 37 lázzal, köhögtek, pláne éjszaka. Volt sok, akinek allergiája volt. Na, nálunk van allergológus a város, aki jön őket konzultálni. Na, akkor hipoallergikus párnákat nekik direkt teszünk, úgyhogy aki köhögött, most jelenleg minden oké, okay, már nem köhög. Egy kicsit meghisztak, megszokták a mi étrendünket. Na, úgyhogy a szülők állandóan jönnek vasárnap, szombaton, mindig itt vannak. A szülők, a tanítónővel mindig kommunikálunk, a tanító mindig telefonál a szülőknek, a gyerekek is mindig este 5-től 6-ig beszélnek telefonon a szülőkkel, úgyhogy mindig van összekötetés. Na, és a gyerekek tanulnak ukránul. Például, ha megettek reggel, akkor azt mondják, hogy köszönjük, ukránul mondják, köszönjük szépen a reggelit. Ő itt Árnika, a Rehabilitációs Központ 4 lábú munkatársa. A hátán ülve éppen egy új gyógymódot tanulnak a gyerekek, amit a magyarországi kollégáktól tanultak el a gyógyközpont munkatársai. Néhány évvel ezelőtt úgy döntött a vezetőség, hogy kéne valamivel bővíteni a fizioterápiát nálunk a szanatóriumban, és így megszületett az ötlet, hogy egy gyógylovaglást vezessünk be. Elkezdtük ezt a gyógylovaglást a gyerekekkel, már ez körülbelül 4 évvel ezelőtt. Tavaly először részt vettünk egy egyhetes oktatáson, amit megszervezett a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Ők meghívtak minket egyhetes oktatásra, Sarlóspusztára. Úgy szintén ott részt vettünk a konferencián, ahol a magyar gyógylovaglással foglalkozó szakemberek vettek részt. Bemutattuk a szanatóriumot, mivel mink légúti betegségekkel foglalkozunk, és ezt az irányt még a gyógylovaglásban senki nem használta. Ez egy év alatt, amit tanultunk ott, viszont ezt ugyan próbáltuk megvalósítani nálunk, és készítettünk egy saját hipoterápia hatásmechanizmust, amit ez éven, mink már be is mutattuk a lovasterápia konferencián. Ez egy nemzetközi konferencia volt, ahol úgy szintén meg voltunk hívva, ez egy 3 napos konferencia Sarlóspusztán, amit a Magyar Lovasterápia Szövetség szervezett. És bemutattuk ezt a munkánkat, már mit produkálunk mink a gyerekekkel. És nagyon sokat tanulunk a magyar szakemberektől, nagyon sokat érdekeset láttunk a konferencián. És most, amit láttak, egy érdekes, újfajta
terápiát. Láttunk egy olyat, hogy a művészeti terápiát, az árterápiát együtt összehozták a gyógylovaglással. Megpróbáltuk mink is ezt, ahogy hazajöttünk, rögtön elpróbáltuk a gyerekeken, és lássuk, hogy ma nagyon sikeresen megy, és a gyerekek nagyon örülnek, nekik ez tetszik is, és ez gyógykezelés is. Először látjuk, hogy van félelem a szemükbe, de minden következő foglalkozáson lássuk, hogy leküzdik a félelmüket. És azért a gyerekek nyugodtabbak, nyíltabbak lettek, amióta foglalkoznak a gyógylovaglással. A folyamatosan bővülő intézmény több határon átívelő projektben vesz részt. Amennyiben nyernek, nyári kifutót és pavilont szeretnének építeni a bázisukon, hogy még kényelmesebb környezet fogadja a gyógyulás reményében itt tartózkodó gyerekeket.